Sziasztok, ez itt a Skincare egyik következő epizódja, és a mai részben arról fogunk beszélgetni, és azzal kapcsolatban érkeztek történetek, hogy jók-e a házi praktikák, és ti milyen házi praktikákat próbáltatok korábban. Házi praktikákat nagyjából mindenki próbált már, mindenkinek van egy jó ötlete a kamrából, vagy mesélt a nagymamája valamit, hogy neki milyen jó volt lánykorában, vagy olvastatok, vagy a TikTokon lehetett látni valami tényleg hatalmas áttörést, vagy valami fantasztikus ötletet. Akkor most elmondom jó, hogy mik azok, amik jöttek, vagy legalábbis néhányat, mert ennél sokkal-sokkal több érkezett. Aztán majd kibeszéljük, hogy ez most akkor jó, vagy nem. Spoiler nélkül nem. Tizenvalahány évesen telepakoltam az arcom meleg vízbe áztatott kamillateába, kamillateás filterekbe, fogalmam sincs, hogy milyen indítatásból. Teljesen kiütött tőle a ragya, azt hiszem, hogy másnap nem is mentem iskolába. Igen, ez a kamillatea egyébként ez egy nagyvárosi legenda, és ugye itt még azt is szokták mondani, hogy a gyerekek szemére aztán kiderült, hogy az se jó, az se szabad csinálni. Igen, tehát a kamillateát azt leginkább ígyuk meg. Mindenki csinált már olyat, hogy valami házi cuccot magára kent. Én amikor Indiában voltam az anyukámmal, akkor ugye hát a kurkuma az ott az egyik legnépszerűbb fűszer, egyébként tényleg egy csodálatos fűszer, hihetetlen tápértékkel, fantasztikus kajákat lehet vele csinálni, és egyébként egy-egy krémbe vagy pakolásban fel is lehet fedezni a kurkumát Indiában. Hát nyilván én azonnal megrohantam az első ilyen kis árust, vettem magamnak kurkumás arcpakolást, ami azért volt jó, mert felhagytam nagyjából egy óráig, hogy tényleg jól beszívja, és hogy igazán jól ápoljon, és hogy nekem is olyan szép legyen a bőröm. Annyira jól sikerült ez, annyira szépen beszívta ezt az arcpakolást, hogy ez a sárga kurkuma, ami egyébként ilyen elképzelhetetlenül brutális fogja a bőr, tehát hogyha valaki egyébként már főzött kurkumával, az tudja, hogy még az ujjait is mennyire megfogja, amit tényleg csak egy pillanatra fog meg. Én egy órán keresztül dunsztoltam magam ebben, és ez a sárga annyira durván befogta a bőrömet, hogy az elején az első 3-4 nap ilyen neonos sárga voltam, tehát kb. Mint egy minyon úgy néztem ki, és aztán szépen a negyedik naptól kezdett el halványulni, úgyhogy én azóta semmiféle házi praktikában nem hiszek, mert legalábbis nekem biztos, hogy nem működik. Minden este vastagon bekenem az arcomat kókuszolajjal. Au! Akkor azért ne gondolkozz sokat, hogyha pattanásod van, az mitől lehet. A neten találtam egy házi maszk receptet, azt ígérte, hogy elmúlnak tőle a pattanásaim. Citromlevet, jó, egy jó kis citromsav. Mézet, fahéjat kellett összekeverni hozzá. Ezt mindenképpen inkább edd meg. Mikor felkentem, olyan érzés volt, mintha savat öntöttek volna az arcomra, hetekbe telt, mire helyre jött utána a bőröm. Na, szóval a nagy kérdés, hogy miért nem javasoljuk, vagy miért nem javasolják általában a szakértők, mondjuk a bőrgyógyászok azt, hogy bármiféle házi praktikát próbáljunk ki, vagy bármi olyat kenjünk az arcunkra, ami egyébként a kamrában is van. Rengeteg kérdés érkezett a Lilulandre az elmúlt években, ahol mindig különböző házi praktikákról írtok, hogy ezt kimerjétek-e próbálni, azt kipróbáljátok-e, ez működik-e, az működik-e, ilyen tip, női magazinból, tényleg nagyitól, bárhonnan. Általában mi azt szoktuk mondani, hogy nem, és ennek nagyon egyszerű oka van. Leginkább az, hogy ugye amit megeszünk, azt megesszük. Ami étel, az étel. És itt most nem arra gondolok, hogy bárki rakott palacsintát akarna, vagy nem tudom, csőben sült brokkolit tenni az arcára, ugye itt a sokkal egyszerűbb dolgokról van szó, mint általában a zöldségek, a gyümölcsök, a tojás, vagy egy-egy valamilyen élelmiszer, vagy a tej, vagy a joghurt. Ugye itt azért, hogyha valamilyen kozmetikai cikkről van szó, ami kifejezetten arra készült, hogy az arcunkra vagy a testünkre kenjük, akkor az nagyon-nagyon sok vizsgálaton esik keresztül, tehát lehet tudni, hogy azok a dolgok, amiket felteszünk az arcunkra, azok az összetevők, amikből az áll, az egészen biztosan működnek a bőrön. Lehet, hogy nem éppen a te bőrtípusodra, de mindenképpen arra van, hogy felkenjük őket a bőrünkre. Az, hogy egyébként egy zöldség vagy egy gyümölcs hogyan került oda hozzánk, amit éppen felpakolunk, az, hogy milyen tartósítószerek vannak rajta, az, hogy milyen vegyszerekkel kezelték, ezt soha nem lehet tudni, hogy azt se tudjuk, hogy ezáltal mit viszünk fel a bőrünkre, és mi az, ami majd esetlegesen éppen megbontja a bőr természetes védőrétegét, elindul valamilyen baktériumszaporodás, és nem lehet tudni, hogy ennek mi lesz a vége. Szóval én mindig azt szoktam mondani, hogy azt,
ami az arcra való, ami laboratóriumba készült, ami ellenőrzött körülmények között készült, ami kifejezetten arra készült, hogy az arcunkra kenjük, azt kenjük az arcunkra, a többit pedig mossuk meg és együk meg jó étvágyal. Nem azt mondom, hogy soha semmilyen házi praktika nem működik, vagy nincs olyan, ami mondjuk éppen neked működne. Például, hogyha este nem tudom, lefekszik az ember, és kicsit be van dagadva a szeme, és feltesz rá két vékony szelet uborkát, attól nyilván nem lesz semmiféle nagyobb problémája. Azt viszont egészen biztosan gondolom, hogy ellenőrzött körülmények között készült termékek sokkal kevésbé válthatnak ki például allergiás reakciót, mint bármi a kertből, a zöldségestől, vagy nem tudjuk, hogy honnan. Úgyhogy én azt mondom, hogy a kamra, ott jó étvágyat, ami pedig arra készült, hogy kenjük magunkra, az pedig okosan, tudatosan, szintén válogatva, hiszen arra sincsen egyelőre megírt recept, hogy minden termék, a világ legjobb arckrémje éppen jó lesz neked, vagy ami a legjobb barátnődnek jó volt, jó lesz neked, de legalább arra készült, és hogyha tudod a bőrtípusodat, tudod a bőrproblémádat, kicsit ismered magad, sokkal jobb eséllyel fog működni, mint valami, amiről azt se tudjuk, hogy egyáltalán arra való-e. Ez volt a Skincare egyik legújabb epizódja, találkozunk 2 hét múlva pénteken. Sziasztok!